Szeretlek, Abony. Ezt az üzenetet fogalmazták meg egy évvel ezelőtt Abonyban mindazok, akik szerették volna, hogy a város vezetésében részt vállalhassanak. Most pedig ezzel a címmel egy dal is született. Szeretlek, Abony. Ötletgazdája a testület egyik tagja, Járdány Vanda, aki a zeneiparban nagy tapasztalattal bíró testvére, Járdány Barna segítségével kezdte el a szervező munkát. A dal pedig megszületett, és hozzá a videóklip is, amit néhány napja be is mutattak. Egy kerti parti mutattuk be a képviselőtestületnek, a barátainknak, és nagyon-nagyon jó fogadtatása van. Most 8700 megtekintésnél járunk a YouTube csatornán, 5000-nél az online élő Facebook bejelentkezésünknél, és hát folyamatosan érkeznek a köszönömök, a gratulációk, mindenki meg van vele elégedve, és én úgy gondolom, hogy tényleg egy Abony himnuszát sikerült összehoznunk. A kezdeményezést és az ötletet nagy örömmel fogadta a település polgármestere, aki természetesen támogatta a dal és a klip elkészülését. Nyilván egyből mellé álltam az ügy mellé, mert ezt a gondolatiságot segíti, amit a korábbiakban már mondtam. Bízom benne, hogy további sikereket gerjeszt a Szeretlek Abony gondolatnak a továbbvitelében. Remélem, hogy mindenki ugyanolyan szeretettel fogadja, hogy mi fogadtuk. Igyekeztek a klipben mindent megmutatni, amiért szerethető Abony, de természetesen ez lehetetlen, vagyis lehetséges, hogy folytatás is lesz.